Az emberek az idő kezdete óta utaznak. Régebben az élelmiszer, a víz, a biztonság vagy a természeti erőforrások megszerzése céljából utaztak az emberek. Azonban később az utazás motivációja inkább a pihenés vagy a felfedezés lett. Az utazás mindig nagyban függött a közlekedési eszközök fejlettségétől. Az első utazók gyalogosan vagy háziasított állatokon utaztak. A kerék és a vitorla feltalálása további szállítási módokat tett lehetővé. Minden technológiai előrelépés tovább növelte az emberek utazási lehetőségeit. A turizmus napjainkban az egyik leggyorsabban fejlődő iparág. A szektor bevételei a turisták által igénybe vett szolgáltatások révén keletkeznek. Mivel a turisztika humán erőforrás igénye magas, ezért sok embernek biztosít munka lehetőséget. Ha belegondolunk, a turizmus globális elterjedése legalább annyira változtatta meg a világot, mint például a televízió vagy a számítógép megjelenése. A szabad utazás ugyanakkor mást jelent a 20. század végén és a 21. század elején, mint amit a korábbi évszázadokban értettek alatta. Az egyéni és személyre szabott nyaralások egyre népszerűbbek, napjainkban az emberek inkább a rövidebb, de minél változatosabb utakat részesít kenőnyben. A turizmus voltaképpen a lakóhelyünk idéglenes elhagyása, amelynek időtartama általában napokat, heteket, esetleg egy-két hónapot jelenthet. A turisztikai világszervezet meghatározása szerint három feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy adott utazást turizmusnak nevezhessünk. Az első a helyváltoztatás, akár gyalog, vagy bármilyen közlekedési eszközzel. A második az utazás során ne történjen jövedelemszerzés. Harmadrészt pedig az utazás időtartama ne haladja meg az egy évet. Evidenciaként hangzik, de azért nem árt rögzíteni, hogy turizmusról csak abban az esetben beszélhetünk, ha az utazók elérik az előzetesen kitűzött célállomást. A cél elérése éppen ezért nem választható el az utazástól, így a közlekedési eszköztől sem, amelyeknek napjainkban már környezetudatosnak, biztonságosnak és kényelmesnek kell lenniük. A közlekedési eszközöket leggyakrabban három csoportba soroljuk, azaz szárazföldi, vízi és légi különböztetünk meg. A szárazföldi közlekedés a legköltséghatékonyabb és úttesten vagy kötött pályán történik. A légi közlekedést általában nagyobb távolságú utakra használjuk. Több évtizede tartó tendencia, hogy a hosszú távú repülőutak száma növekszik, ezért a távoli helyek is egyre könnyebben elérhetőek. A vízi közlekedés a 19. században vált tömegméretűvé, amely a hajózási technológia fejlődésével állt összefüggésben. Az utazás mellett a turizmus további összetevője a szállásadás, illetve annak igénybevétele. Szállás alatt a célállomáson történő pihenési és étkezési lehetőséget értünk. A szálláshelyek típusa nagymértékben függ a helyszíntől és a földrajzi környezettől, azaz például az erdei házak a hegyekhez, a motelek az autópályákhoz, a gyógyszállodák pedig melegvizes forráshoz kötődnek. A turizmus harmadik és talán legfontosabb eleme a látnivaló, hiszen egy adott helynek vonzónak kell lennie ahhoz, hogy azt a turisták felkeressék. Természetesen a látványosságokat is lehet osztályozni. Leggyakrabban természetes és épített környezetről beszélünk. Az épített, vagyis az ember alkotta látnivaló mindaz, ami mesterséges úton jött létre, természeti környezeten pedig értelemszerűen egyes tájegységekre jellemző földrajzi látnivalókat értünk. A turisztikai célállomások felkeresése, majd elhagyása eredményezi a turisztikai áramlást. Földrajzi kiterjedés szerint belföldi és külföldi turizmust különböztetünk meg. A tágabb értelembe vett turizmust idegenforgalomnak nevezzük, amely komplex forgalom. Egyrészt az idegenek rendszeres, tömeges méretű beérkezését, másrészt pedig a honfitársaink szintén folyamatos utazását jelenti. A belföldivel ellentétben a nemzetközi idegenforgalom sajátja az utazással összefüggő formai és adminisztratív teendők ellátása, mint például vízumügyintézés vagy valutaváltás. Az idegenforgalom az egyik legváltozatosabb iparág, amely számos turisztikai formát foglal magában. Lássuk, hogy melyek ezek. A szabadidő turizmus a szabadidőben végzett és szabadon választott tevékenységek összessége, amelybe beletartozik minden olyan tevékenység, amelyet a szabadidőnkben végzünk, és pihenést vagy kikapcsolódást eredményez. Ide tartozik az egészségturizmus, a sportturizmus, akár nézőként, akár résztvevőként, vagy akár tanulmányi, kulturális vagy történelmi utazások. A szabadidőturizmus jellemző formája az egészség, a vallási, a sport és kulturális turizmus. Ez utóbbira példa a múzeumok, koncertek, fesztiválok látogatása. Az egészségturizmus vagy gyógyturizmus az idegenforgalomnak azon speciális formája, amely során orvosi kezelés, műtét vagy rehabilitáció céljából utaznak az emberek. Ennek megfelelően a gyógyturizmus helyszínei: kórházak, klinikák, gyógyfürdők, wellness központok, ahol egészségügyi, szépségápolási, relaxációs, gyógyulási és rehabilitációs szolgáltatásokat vesznek igénybe az emberek. Az ilyen típusú idegenforgalom egyik legfontosabb indítéka az anyagi megtakarítás. A wellness a gyógyturizmus speciális és egyre népszerű formája, amely jellemző a masszást. Test- és arcápolási kezeléseket, gyógytornát és testsúlycsökkentő programokat, táplálkozási programokat, és nem utolsó sorban tanácsadást jelent. A kulturális turizmus egy adott ország vagy térség kultúrájának, különösen az emberek életmódjának, történetének, művészetének, építészetének, vallási szokásainak megismerését célzó idegenforgalom. Jelenleg világszerte ez a turizmus legnépszerűbb formája. Az átlagembereknek csupán a modern idegenforgalom kezdeteitől van módjuk kulturális és világörökségi helyszínek látogatására, hiszen korábban ez a lehetőség csak a társadalom kiváltságos rétegei számára volt elérhető. A kalandturizmus egy szabadtéri tevékenység, amely általában távoli, egzotikus helyen, például vadonban, tengeren, folyón, levegőben vagy hegyekben zajlik, és magas szintű fizikai aktivitással társul. A kalandturizmushoz jellemzően speciális szolgáltatások társulnak. Hegymászó expedíciók, vadvízérvezés, sziklamászás, búvárkodás, szörfözés vagy akár siklóernyőzés kiszolgálása. Ezek a túrák jellemzően speciális ismereteket és sok előkészületet igényelnek, majd ezt követi az útvonal megtervezése és a résztvevők felkészítése. A szabadidőturizmus egyik leginkább elterjedt formája a sportturizmus, amely alatt olyan többnyire nemzetközi utazásokat értünk, amely során az utazókat valamely sportesemény megtekintése, vagy az azon történő részvétel motiválja. A hivatásturizmus alatt foglalkozást érintő és helyváltoztatással járó szakmai tevékenységek együttesét értjük, amely üzleti turizmust, konferenciaturizmust, illetve további szakmai és kereskedelmi tevékenységeket foglal magában. A hivatásturizmus okai és céljai is szerte ágazóak lehetnek, például a munkaadók gyakran külföldi utakkal jutalmaznák a munkavállalókat, amit ösztönzi utazásnak vagy jutalomútnak nevezünk. Bár a hivatásturizmus legfőbb célja a munkavégzés, az üzleti utazáson résztvevőknek pihenési igényük is van, ezért leggyakrabban nem különül el élesen az üzleti és a szabadidőturizmus. Az üzleti út olyan speciális igényeket is támaszthat, mint egyénre szabott távközlési vagy titkársági szolgáltatások igénybevétele vagy üzleti találkozók megszervezése. Az úgynevezett speciális turizmus a viszonylag ritka igényekre fókuszál. Az erre szakosodott utazásszervezők a turisztikai piac szűk célozzák meg, és bár a potenciális érdeklődők száma meglehetősen kicsi, ez a szolgáltatás típus is nyereséges, ugyanis a vevők hajlandóak a magasabb díj megfizetésére. A speciális turizmus fogalma meglehetősen tág, hiszen szinte az élet bármely területe alkalmas arra, hogy speciális turisztikai termék legyen, a kozmetikai beavatkozástól kezdve a katasztrófa turizmuson át, a család múltjának felkutatásáig bezárólag. Noha az idegenforgalom bevételt jelent a célterület számára, a turizmusnak vannak negatív hatása is, mint például a zsúfoltság vagy a szabálysértések számának megemelkedése. Az a város, amely turisták csapdájává válik, gyakran elveszíti közösségi jellegét azáltal, hogy a lakókörnyezet és a parkok helyét a szállodák és látnivalók veszik át. További negatív hatást jelenthet, hogy a termékek és szolgáltatások, illetve az ingatlanok iránti növekvő kereslet hátrányosan érinti a helyben lakókat. Korunkban az idegenforgalom hatása globális, éppen ezért nem mindegy, hogy annak jó vagy negatív hatásai dominálnak-e. A turizmus sok munkahelyet teremt, de sok szegény és rosszul fizetett munkát is eredményezhet. A turizmus segíthet a természet és az állatok védelmében, de károsíthatja is a környezetünket. Az idegenforgalom megmentheti a kultúrákat és a helyi életformát, de el is pusztíthatja azokat. Ezért is fontos a turisták megfelelő tájékoztatása, hogy érzékenyek legyenek a célország fizikai és kulturális környezetének megőrzése iránt. Ezt a magatartást úgy is megfogalmazhatjuk, hogy elvinni csak fényképet és emléket, itt hagyni csak lábnyomot szabad.